Tisztelt ünneplő debreceni polgárok, hölgyeim és uraim! A Debreceni Református Kollégium oratórium terméből köszöntöm Önöket, a debreceni kálvinizmus és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történelmi jelentőségű helyszínéről. Abból a teremből, ahol 1849. január 9-e és május 31-e között az országgyűlés alsó táblája ülésezett, abban az időszakban, amely a szabadságharc legnehezebb, de egyben a tavaszi hadjárat miatt legsikeresebb időszaka volt. E terem levegőjét szívta magába Kosut Lajos, és minden bizonyjal e hely falai között erőt is merített a debreceni kávinizmus bátorságából, erejéből és a hit megóvásáért folytatott küzdelem miatti rendíthetetlenségéből. Mi debreceniek büszkék lehetünk arra, hogy városunk kiemelkedő szerepet tölthetett be nemzetünk szabadságért vívott küzdelmében. A debreceni civil tradíció arra kötelezte a város polgárait, hogy egységben, összefogásban álljanak a forradalom és a szabadságharc ügye mellé. Városunk méltónak bizonyult arra, hogy fővárosként és őrvárosként hűségesen vigyázza és minden erejével segítse a magyar szabadságharc eszméjének kiteljesedését. Az akkori cívisek iparosok, kereskedők és földbirtokosok szorosan együttműködtek a kollégium polgáraival, tanári karával és diákságával, a leendő lelkészekkel, jogászokkal, tisztviselőkkel. Egyszerre dobant a szívük, s egységesen a szabadságharc ügye mellé álltak. Mert Debrecenben mindig összhang volt a város és az iskola között, a cívisek és a diákság között. A helyi közösség és a nemzet példás együttműködése miatt méltathatta a szabadságharc kormányának lapja a közlöny városunk jelentőségét eképpen. Debrecen lesz azon hely, hová buzgó érzelemmel tekint a független magyar, s áldani fogja azokat még poraikban is, kik a hazaboldogságának talpkövét annyi vészek között, annyi küzdelemmel, annyi önfeláldozással letették. A szabadságharc idején az összefogás volt az a kovász, amely olyan erőt képviselt, amely miatt az osztrák császár saját erőből nem, hanem csak külső segítséggel tudta vérbe szabadságharcunkat. Hogy volt-e olyan, aki nem a szabadságharc oldalán állt, aki nem volt képes összefogni a tetrekész szabadságvágytól fűtött honfitársaival a nemzet függetlensége érdekében? Minden bizonyal. De a történelem a kishitű, örökké kételkedő, a felelősség teljes cselekvés helyett kifogásokat, avagy tiszta ügyekben is csak a rosszat kereső embereket nem őrizte meg az utókornak. Ők a történelem szemét domján végezték. Ilyen emberek mindenkorban voltak, és lesznek is. Ezek az emberek, ki tudja milyen érdektől vezérelve, felelősséget nem vállalva tetteikért és mondataikért, rombolják a nemzet számára fontos egységet teremteni akaró törekvéseket ma is, amikor a koronavírus járvány miatt a lehető legszélesebb összefogásra és egyetértésre lenne szükség, ma is vannak olyanok, akik legfontosabb feladatuknak a közbizalom lerombolását tartják. Pártérdekből vezérelt vakcina szakértők, önjelölt, hozzá nem értő, magát minden alap nélkül egészségügyi szakpolitikusnak tartó emberek játszanak honfitársaink életével. Ez a szabadságharc idején még árulásnak minősült. Összefogás nélkül 173 évvel ezelőtt sem lehetett volna kiteljesíteni a magyarok szabadság iránti vágyát, és meggyőződésem, hogy felelősségteljes együttműködés nélkül ma sem lehet legyőzni az emberiséget bebörtönző, az életünket, egészségünket veszélyeztető világjárványt. Hölgyeim és Uraim! A Debreceni Református Kollégium nem csak a szabadságharc 1849 tavaszi irányításának volt a helyszíne, hanem a szabadságharc leverése után a kollégiumi diákság és a tanári kar volt az egyik legfontosabb kezdeményezője a megemlékezéseknek, titkos együttműködésben a város polgárai polgáraival. Ezek az alkalmak közel két évtizedig csak rejtetten, illegálisan szerveződhettek meg. Az 1867-es kiegyezés után, amikortól már szabadabban lehetett ünnepelni, ez a helyszín, az oratóriumterem mindig kiemelt szerepet kapott március 15-e megünneplésében. Együtt ünnepelt itt a kollégiumi ifjúság és a tanáraik, a városi és az egyházi vezetés, valamint az egykori 48-49-es honvédek féltve őrzött zászlóik alatt szabadságharcos viseletüket magukra öltve aztán közösen vonultak tovább a kollégium Petőfi szobrához, majd ki az emlékkertbe, a Honvéd temetőbe, vagy a Nagy Templom és a Városháza közötti piactér központi ünnepségeire. A XXI. században is időben egyre távolodva 1848. március 15-től nagyon fontos számunkra, hogy közösen, kifejezve az egységet, a nemzeti összetartozást együtt emlékezzünk a magyar szabadság hőseire. Ugyan most egyedül állok itt a történelmi helyen, de hiszem, hogy legyőzve a mai legnagyobb ellenségünket, a járványt, hamarosan újra együtt ünnepelhetünk. Most azonban emlékezzünk magunkban, csendben, mint azokban az időkben, a szabadságharc leverését követő két évtizedben, amikor a Habsburg elnyomás tiltotta a nyilvános emlékezést. És tudták a hazaszerető emberek, hogy ez a tiltás nem tudja elfolytani a szabadságharc hősei iránt érzett szeretetet és megbecsülést. A március 15-i ünneplők rejtett hálózata adhat erőt számunkra ma is, amikor nemzeti ünnepünkön nem a politika, hanem a járványhelyzet kényszerít bennünket, privát tereinkbe kényszerít arra, hogy az internet vagy a televízió segítségével vegyünk részt a megemlékezéseken. Éppen ezért minden korábbinál fontosabbá válik számunkra idén az összefogás. Hölgyeim és Uraim! A magyar ember, ha hisz, akkor mindenre képes. Fogjunk össze, és higgyünk abban, hogy győzni fogunk az életünket, egészségünket fenyegető vírus ellen. Az a remény éltessen minket, hogy nem sokára újra együtt ünnepelhetünk. Együtt másokkal, sokakkal, kifejezve a magyarság összefogásának és szabadság szeretetének közösségben megnyilvánuló erejét.